Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Balogh Gyula, a Bátszalók polgármestere. Üdvözlöm, polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlök mindenkit szeretettel. Számos alkalommal járunk a Bátszalókon, viszont ez többnyire egy objektumra esik, a szabad strandot látogatjuk meg, viszont nyilván ennél azért a Bátszalók jóval több. Arra kérem polgármester urat, hogy mutassa be magát, a települést, az intézményeket, az embereket, az ott folyó életről beszéljen nekünk pár mondatot. Hát nagyon jó adottságokkal rendelkezik a Bátszalók, hiszen a Tisza partján, most jelen esetben meg már a Tiszató partján, egy nagyon dinamikusan fejlődő település, amelynek az egyik fő gazdasági ága a turizmus. 4200 állandó lakosa van a településnek. Két település részből tevődött össze, Tisza Abád és Tisza Szalókból. 1896-ban kapta meg az Abád Szalók elnevezést, és ez a két település rész már olyannyira összenőtt, hogy a középső rész, amely tulajdonképpen a strandra vezet, ami fontos része a településnek, ott húzódik a két település résznek a határa. Korábban mezőgazdasági jellegű település volt, amíg csupán csak a Tisza folyt el mellette, és árterületek borították azokat a részeket, és jó termőföld volt a települések, a két település rész, és utána később a Bátszalók határában. Gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, dinnyetermesztéssel elsősorban. Nagyon fontos voltak a szőlők, az otelló, az alföldi szőlő termesztés, és aztán a későbbiekben a gyökeres változást a 1970-es évek elején megépült kiskörei víztározó hozta meg az emberek életében. Ez egy nagy lépés volt a település életében, fel kellett nőni hozzá, hogy ezeket a lehetőségeket ki tudjuk használni. A mezőgazdaság azóta egy kicsit megváltozott, volt egy olyan TS időszak, ahol a település jó része, a lakosság ott dolgozott, majd a rendszerváltozás után ez kicsit átalakult, és így kisebb gazdaságok jöttek létre, családi vállalkozások, és azok a szereplők, akik a mezőgazdasággal foglalkoztak többnyire, ők kevésbé ezzel párhuzamosan, ugye a turizmus mint új lehetőség lépett föl az ő életükbe, és elkezdett a jó része a településnek szobakiadózással foglalkozni, vagy pedig olyan kapcsolódó szolgáltatásokat bevezetni, kialakítani, vállalkozásba fogni, amely ezt a lehetőséget aknázza ki. Polgármester úr szerint hogyan változott az elmúlt években a Bátszalók? Itt beszéljünk az elmúlt időszakban, ugye nyilván a pályázati cikluson belül a fejlesztésekről, beruházásokról is, amelyben természetesen hatható segítsége volt F. Kovács Sándornak, a térség országgyűlési képviselőjének is. Így van, hát a település már a második hullámát éli a turizmus fejlődésében, hiszen a Bátszalókon indult el először a turizmus a 80-as években, tehát a tározó kialakítását követően. Megnőtt a szobakiadók száma, nagyon nagy lett a látogatottsága a településnek, és ez tartott a 2000-es évek elejéig. Majd a 2000-es éveket követően pedig hanyatlásnak indult, hát több erőforrást kellett volna arra fordítani, hogy minőségileg újuljon meg a település, illetve a kiszolgáló létesítmények. De hát sajnos bejött egy ilyen gazdasági válság 2008-9 táján, amely nem kedvezett ennek a helyzetnek, és az utóbbi 3-4 évben sikerült arra az útra rálépni, és ebben nagyon nagy szerepe van képviselő úrnak, most már kormánybiztos úrnak is, aki a Tiszató sorsát a szívén viselte, és rendkívül sokat lobbizott a településekkel összefogva, és nem csak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei oldalon, hanem a Heves megyei oldallal összefogva, hogy a Tiszató megtalálja azt a turisztikában azt a helyét,
amely súlypontot fog tudni képezni az ország turizmusában. És a top forrásoknak köszönhetően elsősorban egy ilyen nagy lendületet sikerült adni a térségi fejlesztésben. Ehhez még hozzá kapcsolódtak a magyar turizmus, illetve a turisztikai ügynökségnek az újabb pályázatai, amelyek a strandfejlesztéseket célozták meg, több száz millió forinttal a Tiszató minden települése tudott ebből részesülni. És ezeknek a forrásoknak összességében a Abátszalók egy bruttó 500 millió forint körüli összeget tudott strandfejlesztésre fordítani. Tehát Abátszalóknak, ha megnézzük, hogy mi a kitűnő adottsága, mi az, ami a többi településtől megkülönbözteti, az a térség legnagyobb strandja, szabadvízű strandja. És az a vízfelület, amely a vízisportokra alkalmas. Ilyen máshol nincs a tó körül, tehát ez az elsődleges cél, és mi ezt kívántuk fejleszteni ebből a forrásból. Meg is látszott az eredmény, hiszen folyamatosan növekedett a hozzánk látogató vendégek száma, és az idén elértük a 44, az ENTAK rendszernek köszönhetően tudjuk a statisztikát, és 44 ezer vendég éjszakát sikerült most elérni. Az előző évben 30 ezer, 33 ezer körül volt, előtte 25 ezer, 27 ezer körüli volt a vendég éjszakák száma. Tehát ez látható, hogy milyen nagymértékű érdeklődés kezd jönni a település irányába. Pluszban megérkeztek a kerékpáros turisták nagyobb számban, hiszen egy kitűnő adottságú területről van szó, mert az országban szinte egyedülálló, hogy lombkorona magasságban lehet körbe kerékpározni egy közúti forgalomtól mentes területen. Ebben nagy segítség volt az új, tavalyi évben ugye átadott új hídrendszer, amely Poroszló és Tiszafüred között most már teljesen biztonságosan körbekerékpározhatóvá tette a tavat, és ugye a strandfejlesztéseknél pedig a vizes blokkoknak a megújítása, tehát az emberek alapvető szükségleteinek, igényeinek a kielégítését ez nagyban befolyásolta és szolgálta. Így növekedett meg a látogatottság, tehát ezt újítottuk meg teljes egészében. A turisztikán kívül, a turisztikai fejlesztéseken kívül milyen egyéb beruházások valósultak meg a Abátszalókon? Természetesen nem csak a vendégek igényeire szerettünk volna hangsúlyt fektetni, hát a top pályázatok segítségével öt ilyen pályázaton vettünk részt, megújultak a város közterületei, a zöld város programban vettünk részt, ahol fákat ültettünk, padokat helyeztünk el, járdákat, kisebb tereket alakítottunk ki közintézményeink előtt, a művelődési ház előtt parkot alakítottunk ki, ahol köztéri szobrot, amely számunkra nagyon fontos a Tisza-abádi rév emlékhelyet Györfi Sándor szobrászművész úr jóvoltából a tavalyi évben elhelyezhettük. Tehát ezekre rendkívül büszkék vagyunk, játszóteret építettünk ugyanebből a programból, amely szolgálja a településen élő ifjú családok gyermekeit is. Közel van a gyermekintézmények is, közel vannak bölcsöde, óvoda, tehát őket is. Nyári szezonban pedig természetesen a turisták vagy a hozzánk érkező vendégek gyermekeit is. Hogy az ifjú korú gyermekeknél maradjunk, építettünk egy gyermekorvosi rendelőt, védőnői szolgálattal összekapcsolva. A védőnők hát már hosszú évek óta egy nagyon régi épületben folytatták ezt a tevékenységet. Nyilván nagyon-nagyon nagy adóssága volt a településnek, hogy méltó körülmények közé helyezzük el őket, és így összekapcsolva a gyermekorvossal egy korszerű létesítményt építettünk, és adtunk át szolgálatra, amely azóta is töretlenül és kitűnő módon működik. Volt még a energetikában természetesen, ugye igyekszünk, hogy a településnek a közintézményei energetikailag korszerűek legyenek, tudjunk megtakarításokat eszközölni a költségvetésbe, és ebben a top pályázatban
az iskolának a tetejére egy 400 négyzetméteres napelemrendszert telepítettünk, amely gyakorlatilag az iskolának az energia felhasználását majdnem teljes egészében tudja fedezni egész évben. Tehát ez egy nagy előrelépés, de ez nem csak, ez a térségnek is, meg az országnak is, nem csak a településnek jelent segítséget, megtakarítást. Van még egy programunk, ez most van folyamatban, bölcsödeépítés. Mikor kész lettünk az előző topos pályázatainkkal, és jó minőségben, határidőre végeztük el a munkánkat, erre nagyon igyekszünk figyelni, hogy teljesen szabályszerűen és jó minőségben végezzük el a pályázatainkat, ezért azt gondoljuk, hogy szeretnénk megbízhatóak lenni, és látni azt, hogy képviselő úr is tudjon nekünk segíteni, lobbizni abban, hogy igen, a vádszalókra érdemes pályázatokban segíteni, mert tényleg azokat a célokat, amiket kijelölünk, azt szolgálja. Tehát jól elő tudjuk készíteni, és régi vágyunk volt, hogy legyen egy bölcsödénk. Mi első körben, hogy úgy fogalmazzak, hátrányban voltunk, mert nálunk 1958 óta van bölcsöde, tehát nem olyan település vagyunk, ahol még nem volt bölcsöde. Tehát régóta működik, kitűnően működik, a település hosszú évtizedek óta erőt fektet arra, hogy a dolgozó szülőknek, hátrányos helyzetű szülőknek, családoknak intézményesített keretek között tudja biztosítani a kicsi gyermekeknek a nevelését, gondozását. De kinőttük ezt az épületet, illetve nagyon régi épületről van szó szintén, és vágyunk volt, hogy egy újat építsünk, és az egyik óvoda egységünk mellett volt egy üres terület, ahová megálmodtuk az új bölcsödét, és ennek az építése folyamatban van. Bízunk benne, reményeink szerint, hogy ennek az évnek az őszén átadásra is kerülhet az intézmény. Két csoport, plusz egy mini bölcsödei csoport fog működni ebben az épületben. Másik nagy örömünk a településen, hogyha a fejlődéseket nézzük, hogy az idei évben a településen átmenő út megújult. Tehát ez is nagyon régóta égető problémát jelentett, turisztika miatt is, de a helyben lakók miatt is, közlekedésük miatt, az egészségügyi intézményekbe való eljutás miatt, kórházba, másik településre, illetve a munkába járás miatt is nagyon fontos volt. Nagyon örülünk neki, hogy ez az út az idei évben elkészült a közút támogatásával, segítségével és a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Ami még nagyon jelentős a településen a három év viszonylatában, hogy tanuszoda is épült a vádszalókon. Tehát ez egy 600 millió forintos beruházás, amely nem a vádszalók beruházásában valósult meg, hanem az állami támogatásból, de annak örülünk, hogy a térségben most már be tudja tölteni azt a szerepet, hogy a gyermekek ugye ide járnak úszásoktatásra, szervezett formában is, és magánúton is tudják ezt igénybe venni. És ez itt van nálunk, amely egyébként a turizmust is tudja szolgálni. Tehát az elmúlt években összesen 2,6 milliárd forint értékű beruházás, pályázat, programpályázat, tehát ebben minden benne van, hogyha összesítjük, érkezett a településünkre. Polgármester úr, hogyan látja a vádszalók jövőjét beruházások, fejlesztések tekintetében? Úgy is kérdezhetnénk, mik a jövőbeli tervek? Mióta én szolgálom a települést lassan 6. éve, én annak örülök, hogy nem kampányszerűen jönnek a települési fejlesztések. Tehát nem arról van szó, hogy 3 évig valamit előkészítünk, és akkor a 4. év környékén hirtelen nőnek ki különböző pályázatok, beruházások, építkezések. Hanem ez most látható volt az elmúlt eltelt időszakban, ebben a 4-5-6 évben, hogy folyamatosan minden évben sikerült valamit előrelépni. Ugyanezt a tempót szeretnénk menni az elkövetkezendő években is, és az idei évben is. Nagyon
sokat segített az 5000 fő lakosú települések, 5000 fő alatti lakosú településeknek a Magyar Falu Program. Ezek kisebb volumenű pályázatok, de a hétköznapi település fenntartáshoz, város fenntartáshoz nagyon-nagyon sokat jelentettek. Ezekből tudtunk kisebb utakat építeni. A Bátszalókon még mindig 20 földút van, tehát nekünk egy 60 kilométeres belterületi útszakaszunk van, de itt még vannak olyanok, olyan vagy fél oldalon beépített utcácskák, amelyek a település széle felé vannak, amelyek még földutasok. Tehát ezekre az utóbbi időben nagy hangsúlyt próbáltunk fektetni, hogy minél több kisebb utat tudjunk legalább útalappal ellátni. Megújultak a közterületi eszközeink, tehát a gépparkunk, ezzel megint nagyon szépen tudjuk szolgálni a településünket, illetve saját magunkat, már az önkormányzatot, hivatalt, hogy azokat a munkákat, amelyek fontosak és gyorsan el tudjuk végezni, vízvezetékek cseréje, aknák, vagy az intézményeknél keletkeznek kisebb csőtörések, valamik, legyen ebből minél kevesebb, de ezeket meg tudjuk ezekkel az eszközökkel csinálni. Tehát mi nagyon szeretjük a Magyar Falu Programot, ez megy is tovább, már most beadtunk 3 pályázatot, ravatalozó kisebb felújítására egyelőre, tehát nagyobb összegű támogatásra is szükség volna, de ha lehet, akkor 3 kisebbből fogjuk majd megcsinálni. Illetve egy útpályázatot adtunk be, és a polgármesteri hivatal vizes blokkja, még meleg víz sincs benne igazából az egyikben, ott a házasságkötőteremnél, úgyhogy ott szeretnénk ezt megújítani, hogy tényleg ott is olyan körülmények legyenek. És hát elindultunk a Top Plus pályázatban, ott már 2 pályázatot benyújtottunk, egy kerékpárút, a Füredi út mellett, amely most megújult az idén, ott egy kerékpárutat szeretnénk a település temetőjéig megépítetni. Lehet, hogy nem sikerült teljes egészében, de akkor majd 2 ütemben, majd megpróbáljuk egy másik ütemben is, mert a település elég hosszú, tehát elég hosszú szakaszon kellene ezt megépíteni, amely kerékpárút elmegy a gyermekorvosi rendelő védőnői szolgálat mellett is, ahol pedig nagyon nehéz a megközelítés babakocsival vagy kerékpárral. Tehát ez érinti azt az intézményt is, tehát több funkciót tud megoldani. Ehhez a programhoz kapcsolódik még a település fő csapadékvíz elvezető rendszerének a felújítása. Sokan tudják az ott élők, hogy Abád és Szalók irányába megy a 2 fő csapadékvíz elvezető csatorna, amely náddal, növényzettel elég jól benőtt. Működik ez a rendszer, de egy felújítás szükséges, és akkor innentől kezdve hosszú távon meg tudjuk oldani biztonsággal azt, hogy ma a klímaváltozás esetén elég gyakran előfordul, hogy hirtelen nagy mennyiségű eső zúdul egy településre. Volt már nálunk, ne legyen még egyszer jégeső 2012-ben, tehát mindenki emlékszik ezekre az időszakokra. Ezt szeretnénk, hogyha ez biztonsággal tudna működni. Illetve energetikai pályázatot lehetett beadni, annak járt le a határideje, azt is benyújtottuk. Ott a könyvtárépület és egy 4 lakásos bérlakás szolgálati lakásnak az energetikai felújítását terveztük be. A könyvtár épülete még nem volt akadálymentes, tehát ott egy nagy adósságunk van szintén, hogy a kedves vendégek, olvasók be tudjanak oda menni, ha akadályoztatva vannak a közlekedésükben akkor is. Ebben a pályázatban ezt is megpályáztuk, úgyhogy szeretnénk megvalósítani. A 2 pályázat összértéke 560-600 millió forint körül van. Indultunk most, kaptuk a visszajelzést a tegnapi napon egy gazdaság élénkítő programban, ahol a füzes kempingben lévő elavult, nagyon régi faházainknak a felújítását, átépítését tervezzük családi apartmanokká. Ez egy 260 millió forint, bruttó 260 millió forint értékű beruházás. Ennek az első lépcsőjén túljutottunk, úgyhogy a terveink jók, még ennek a kidolgozása fog folyni.
bízunk benne, hogy ezek nyertesek lesznek, úgyhogy most már a tavasszal olyan 900 millió, 1 milliárd forint körüli összegű beruházást tervezünk csupán az idei évre. Fantasztikus, és ezek mind nem csak, hogy a lakosok, de a turisták igényeit is szolgálják és kielégítik. Az interjú elején beszéltünk arról, hogy nyilván a bátszalóknak nagyon fontos a turizmus, és ehhez természetesen kell, hogy kapcsolódjanak programok is. Melyek az idei évben a várható programok a településükön? Szeretnénk most már egy picit előrébb lépni. Az elmúlt 2 évben azért a programok tekintetében mindenki be volt korlátozva gyakorlatilag az országban. Igaz, hogy mi szabad téren vagyunk, de akkor is a szabályokat be kellett tartani, be kell tartani. Tehát voltak ezek a nyári korlátozások, hogy 500 főig, tehát védettség, igazolvány, stb. Nagyon bízunk benne, hogy túl leszünk most már ezen a járványos időszakon. Március 12-ére tervezzük a Böllér Fesztiválunkat, ami kétszer már elmaradt, és pontosan a pandémia, 2 évvel ezelőtt induló pandémia hetén teljesen elő voltunk készítve. Pénteken már indult volna a Böllér Fesztivál, és szerdán került sajnos lezárásra az ország. Annak a rendezvénynek a koreográfiája megvan, és akkor ezt a koreográfiát szeretnénk az idei évben most már újra prezentálni. Bízunk benne, hogy fognak hozzánk jönni, és a szükséges intézkedéseket, szabályokat betartva újra el tudunk indulni ezen a fesztiválon, ami gyakorlatilag nekünk kezdi az évet, mert innentől kezdve azért már az időjárás is olyan lesz, hogy már kerékpárral, gyalogosan, futva, tehát akik rekreációs céllal látogatnak a településre, már elindulhatnak. Tavasszal aztán szeretnénk folytatni a programjainkat a húsvéttal, tehát ott is egy kicsit már előzőleg voltak erre kísérleteink, most ismét szeretnénk óvatosan a szabályokat figyelembe véve újra megrendezni a húsvétot. Tortafesztivál Pünkösd környékén ismételten, tehát ezek a bevezető programjaink azok célban vannak, tervezés alatt vannak. Nyári időszakban van olyan pályázatunk, amiről még nem kaptunk eredményt, de lehet, hogy ha lehetséges, akkor hungarikumokkal összefüggő több napos fesztivált tudunk szervezni, június, július, vagy pedig augusztusra, ezt még pontosan nem tudjuk, de majd egy olyan helyre, ahol a látogatók száma helyileg is, és a turisták számára is megfelelő lehet. Több sporteseményünk lesz. A Magyar Kajakkenu Szövetség szervezésében a tavaly nagy sikerrel megrendeztük a Tiszató átevező versenyt több száz résztvevővel, ez az idén is megtartásra kerül. A Magyar Úszó Szövetség szervezésében a Tiszató átúszó verseny, és a Magyar Strandröplabda Szövetség nevében pedig országos forduló lesz a Vátszalókon, strandröplabdában. Úgyhogy országos eseményeknek a megrendezésében is szerepet vállalunk. Augusztus 20-ai rendezvény, júliusban több koncertet tervezünk, kisebb zenés rendezvényeket, amelyek a vendégek és a helyiek igényeit fogják kielégíteni. Ősszel pedig ismét városnapját szeretnénk tartani, ami ugye újra egy az év távlatában az mindig egy nagyobb esemény, nagyobb rendezvény, tehát azt is szeptember vége, október elejére természetesen tervezzük. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!